Tudom, az milyen az, amikor kisiklik az ember élete. Mindaddig, ameddig vissza tudok oda menni, és tudok emlékezni, hogy milyen volt ott nekem akkor, mit éltem meg, akkor ezeket a dolgokat most át tudom hozni ebbe a mindennapokba. És való lehet tudom mondani azt, hogy van remény. Családban nőttem föl, és mindaddig, amíg a szüleim el nem váltak, azért egy elég normális közegbe élhettem. Aztán ugye tinédzser koromban történt nálam egy nagy változás, vagy én is talán akartam mutatni magamból valakit, ami nem voltam, és egy utcai evangelizáción történt egy megtérésem, de utána bekerültem a középiskolába, ott nagyon rossz útra került az életem, és akkor majd 20-pár évesen jöttem rá arra, hogy akkor itt változás kell, és akkor így úgy egyszerre szólított meg Isten is, és egyszerre jött létre bennem az a döntés, hogy akkor itt változást kell hozni. Több mint 11 éve Angliába költöztem. Már akkor is éreztem, hogy valahol meg kell találnom a Jóisten, meg követő is inkább engem, akkor még nem igazán találtam rá. Az utcán sétálva a kezembe adtak egy szórólapot, amin az volt írva, hogy angol oktatás, és elmentem az angolra, ott kiderült, hogy keresztény közösség van, és egyszer elhívtak egy istentiszteletük rá. És rengetegen voltak, és ez nagyon inspirált, hogy mennyi fiatal van ott, és ott volt egy üres hely, és egyszer csak James oda leült mellém, és az énekek alatt én ott néztem a szemem sarkával, és ő is engem, és akkor utána így összekovácsolódtunk. Hát igen, valóban így volt. Nekem ez nagyon nagy segítség volt, a közösség. Ugye akkor beiratkoztam főiskolára, a teológia nagyon sokat adott, az ottani barátságok, maga azok a missziók, amikben részt vettem, ugye Kárpátalján, vagy akár itt Szabolcsban, ezek a gyerektáborok, de ugye én oda mindig adni megyek, de közben kaptam. 9 hónap után James eljegyzett Írországban, ami nagyon szuper volt, egy novemberi nagyon hideg napon, és elénekelte a tavaszi szélvizet áraszt, ami nagyon meglepetés volt, mert ugye mind magyarul, és megkérte a kezem, én természetesen igen mondtam rá, és 3 év után megszületett az első gyermekünk, Luki, a kisfiunk, és sajnos tragédia ért bennünket, mert Lukit agydaganattal diagnosztizálták 5 évesen, és ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt az életünkben. Nehéz, de ugyanakkor nagyon fontos időszak volt, és nagyon-nagyon sokat segített az ő betegsége abban, hogy maradjunk meg mind a házasságunkban, mert nagyon nehéz időszakunk volt, mind a betegségében, és sajnos Lukit elvesztettük 3,5 év harc után, de bocsánat, csak ez mindig olyan nehéz. Nagyon nehéz volt, hogy ezt az űrt hogy fogjuk majd betölteni. A nagylányunk Szofi, ő egy motor az életünkben, amúgy is, de nagyon sokat imádkoztunk, hogy mi lesz ezután, hogy fogjuk ezeket a napokat majd ugye túlélni nélküle, de Isten nagyon-nagyon sokat segített ebben és vezetett bennünket, és külön-külön mi úgy éreztük, hogy megszólít bennünket, hogy költözünk Magyarországra. Igen, azt a hívás, hogy Magyarországra igen, jönni, ahol főleg az én tapasztalatom szerint nagy szüksége van Istennek, mint mindenki, de sok szinten nagy szüksége van ebben a környezetben. Igen, mert mi a betegsége, a kisfiunk betegsége alatt annyi szeretetet és annyi törődést és nagyon sok lelki, fizikális dolgot kaptunk, hogy úgy éreztük, hogy ezt szeretnénk mi is
meghálálni és a világ felé, és hogy egyértelmű volt, hogy oké, akkor jövünk ide. Hát sok-sok évvel ezelőtt meghívtak egy táborba, amit állami gondozó gyerekeknek szerveztek, és akkor ott bizonyságot tettem így azokról a dolgokról, amikkel én is keresztül mentem, és akkor egy-két fiúval úgy elkezdtünk beszélgetni, és így ők érdekesnek találtak engem, én érdekesnek találtam őket, és akkor ők itt Tiszadobon nevelkedtek az itteni intézetbe, és utána többször lejöttem hozzájuk, beszélgettünk, hoztam nekik mikor mit. Megismerkedtem a Arankával, aki vezette itt a gyerekotthont sokáig Tiszadobon. Akkor azt mondja Aranka, hogy de van itt egyébként a faluban egy házaspár, azok is ilyen keresztények, mint ti vagytok. Menjünk, nézzük meg, őket csinálnak egy kávézót. Elkezdtünk Virággal beszélgetni, megismertem James-t, és akkor valahogy így összekötöttünk és itt ragadtunk. Éreztem, hogy kihívás, ahogy Jézus életébe is, hogy vajon nem fognak majd elfogadni itt, ahol én itt felnőttem, és hogy én már teljesen másképp jövök vissza, és én az Úrral jövök vissza, és Jézussal az életemben. Nehezebb volt igen ez a része, és az, hogy ide Tiszadobra, ahol gyerekkorom óta nem történik semmi, persze történnek dolgok, de lelki fejlődés értelemben is értem leginkább, és akkor ez így erősödött bennünk, hogy igen, nekünk itt a helyünk. Persze ez egy izgalmas időszak volt, de igen, volt bennünk sok kérdések, hogy pontosan mit fogunk csinálni, hogy fogunk tudni a mindennapi időnk, és milyen munkával. Akkor igen, sok bizonytalanság volt is. De persze kezdtünk gyorsan megismerkedni az embereket, és hát lépésről lépésre összejött a kép. Egyszer Levente elvitt a közösségi házba. Volt egy különleges álmom, hogy én ott dolgozok, és ott tevékenykedek, és ott vannak a családok, és a gyerekek, és én csak adok, meg ők is adnak nekünk, és pár hónap múlva jött egy hívás Levitől, hogy lehet, hogy ez valóságá válhat ez az álom. Azon vagyok, hogy mutassak egy másik utat, vagy egy másik alternatívát, ami hosszú távon sokkal más élethez vezethet. És nagyon sok esetben ezek a fiatalok, és itt Tiszadobon is, de most már talán nem csak a fiatalok, hanem a mély szegénységben lévő emberek talán nem is hisznek abba, hogy az ő életük más lehet. És akkor próbálsz nekik egy pici kis képet mutatni. Először tartasz egy kis tükröt, hogy te itt tartasz, és egyébként benned is van érték. Azt érzem, hogy de jó, akkor van egy csapat, most már nem csak mi vagyunk, hanem van egy nagy háttér, és több mindent meg lehet valósítani. És rengeteg ügyintézésbe segítettünk már önéletrajzírásba. Persze vannak néha negatív részek is, hogy jönnek és csak kérnek és kérnek, és ugye itt az a lényeg, hogy együtt tegyünk a családdal, a családért, tehát nekik is ugye pluszt is kell ugye adni, hogy én nem csak adok, hanem te is segíts ebben, és a bicikli kölcsönzéstől a élelmiszeradományig a kismamákat támogatjuk, tehát nagyon-nagyon színes a paletta. Hát tavaly pont erre gondoltam, hogy lehet valami újrahasznosítható programot csinálni, valamit teremteni a hölödéktől, és bekapcsoltam az egyik angol keresztény rádiót, és pont ezt a Chips és Zacskó hálózsákokról, aki a mi hajléktalanoknak szánt, beszéltek. És igen, az a lényeg, hogy összegyűjtsünk Chips és Zacskókat, és lehet vasolni műanyaggal, és műanyag fölővel, és ez segít valamedik, hú hálózsákat csinálni. Nagyon fontos az, hogy
hogy ezekhez az emberekhez hogyan állunk hozzá. Tehát tényleg azt, hogy nem megítélve, hanem inkább megértve. És én mindig azt próbálom először, hogy megértsem azt, hogy ő miért ilyen, hogy jutott ide. Nagyon sokan állami gondoskodásban nőttek föl. Tehát ott nagyon sok elvárásom nem lehet, hogy milyen példát hozott mondjuk a családból. És amikor ezt így megértem, és így kibogozom, akkor azért úgy teljesen más szívvel tudok hozzájuk elni. És szerintem ezt érzik. Ez a legfontosabb. Ugye elvesztettem a kisfiam, és anyaként én félig a mennyországban is vagyok, és az, hogy úgy éljem az életem, ahogy Jézus tenné, és a mindennapjaim is úgy legyenek, hogy egyre közelebb hozzá, és tudom, hogy fontos itt, addig a földi életben azokat a kis magvakat elszórni, amik majd később virágozni fognak. Próbálom egy kis reményt, világítást, szeretet adni azoknak, aki szüksége van rá. Gondolom, a faluban nem éri meg kávézót vezetni, mint ez, de mivel a közösségi cél is van, akkor ez nagyon fontos, és vannak, aki egyedülállók, és bejönnek, és talán én leszek az egyetlen ember, akivel találkoznak aznap, vagy beszélgetnek. Van időm sakkozni idősökkel, meg fiatalokkal. Néha tudok imádkozni embereket, amikor van bizonyos helyzetek. Mondják az emberek, hogy ide jövünk és adunk, de közben, amikor ma láttam a gyerekek arcát a Mikulás ünnepségen, azt az örömöt, akkor azért én ott rengeteget kapok, hogy tudunk valamit hozzátenni az ő mindennapjaikhoz. És ahogy én emlékszek gyerekkoromban, hogy találkoztam a Mikulással, én hiszem, hogy ezek a gyerekek is emlékezni fognak, hogy voltak ott valami virágnéni, meg valami Mikulás, és akkor ott nekem jó volt, és valahogy minket összekötnek egy picit a Jóisten gondoskodásával. Már egy remény. Tehát ide, amikor bejönnek a kávézóba, és valaki nem is fogyaszt semmit, csak itt ül, és hogy ez szabad? És persze, hogy szabad. Miért ne? És valaki csak melegedni jön be, és akkor mi próbálunk néha beszélgetni is, és lehet egy apró két mondatból olyan történetek is kiszoktak néha jönni, hogy olyan jó, hogy úgy mennek el, hogy de jó, tényleg jó volt, érdemes volt bejönni. Ez egy ilyen élet, meghatározó pont, ahol tudtam lukhalál után, vagy megyek vissza a régi munkahelyére, irodában dolgozok, és csak ez egy átlagos élet talán, vagy próbálunk használni, ami történt velünk, többiek tovább adni, meg többiek segíteni, irányítani Jézushoz.